Az Európai Ifjúsági Kosárlabda Ligában első teljes szezonját töltő Nyíregyháza Blue Sharks ősszel hibátlanul zárta a kolozsvári tornát, így a második szolnoki megmérettetés előtt jó esélyük volt a cápáknak a szuperdöntőbe kerülésre. A fiatalok éltek is a lehetőséggel, már az első meccsen bebiztosították a továbbjutást, és végül 3 győzelemmel és 1 vereséggel, összesítésben 7-1-es mérleggel csoportgyőztesként értek haza Tiszapartjáról Mokászki Mátéjék. Titkon azért reméltem, hogy körülbelül ilyen eredményt fogunk elérni, de azért a két nap alatt 4 mérkőzés egy picit riasztott, és féltem attól, hogy esetleg a srácok nagyon nehezen fogják tudni átvészelni ezt az időszakot, és nehéz lesz számukra, de úgy gondolom, hogy óriási fegyvertény az, hogy egy másodpercig nem kellett arra bíztatnom őket, hogy hajtsanak és kaparjanak, ezt önmaguktól megtették, és ők is ott szerettek volna lenni, és úgy gondolom, hogy az egész csapat nagyon jól érezte magát Szolnokon. A Sitku Mártonnal együtt a torna válogatottjába bekerülő Fazekas Csaba örült annak, hogy a cápák éltek az első tornán megteremtett lehetőséggel, és magabiztosan jutottak a szuperdöntőbe. Első mérkőzésünkön a Kejle csapatával játszottunk. Igazából sokat nem tudtunk róluk, mert nem szkótoltuk le előtte. Arra kellett igazából figyelnünk, hogy sok jó kinti dobójuk volt, úgyhogy a zónánkat is úgy próbáltuk hasznosítani, hogy a jó dobójukat kivegyük a játékból. Ez szerencsére összejött, és ez sikerült őket megverni. Utána este játszottunk az Osztrava csapatával, aki szerintem könnyebb ellenfél volt. Annyira nem is hajtottuk ki magunkat, de ugye egy nap alatt 2 meccset játszottunk, szóval a következő nap ez meg is látszódott a teljesítményünkön. Ugye kikaptunk 10 ponttal az egyik cseh csapattól, de ez már igazából nem osztott vagy szorzott, ugyanis bejutottunk a legjobb 8-ba, úgyhogy ez volt a lényeg. Az utolsó mérkőzésen pedig már úgy álltunk hozzá, hogy örömjáték, lesz, ami lesz, és hát sikerült megnyerünk. A nyíregyháziak az ÉSZ Kejlát 73-64-re, a cseh Osztravát 163-ra, a szerb Mladoc Zemunt 73-45-re verték, a cseh Prosztajovtól pedig 103-90-re kaptak ki. Sitku Márton szerint az országcsapatba kerülésben a társainak is nagy szerepe volt. Én úgy gondolom, hogy a kiegyensúlyozott és jó teljesítményt tudtam nyújtani, viszont ez nem sikerülhetett volna a csapattársaim nélkül, akik az egész torna során kiszolgáltak és jó helyzetbe hoztak engem. Az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga 20-as szuperdöntőjét március utolsó előtti hétvégén rendezik Pécsen.